Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, drága szent váltunk nevében mondunk hálát és köszönetet. Ezért az örömteljes alkalomért, hogy a te kegyelmedet még nem mondtad meg mi tőlünk. Köszönjük azt, hogy közelről és távolról itt lehetünk Szolokmán, ebben a közösségben. Ó, Urunk, mikor emléket szerzünk annak, hogy te milyen csodálatos módon vezetted a te népedet, különösen a szolokmai testvéreket, akkor hálára és köszönetre nyílik a mi szívünk és szánk. Az a kérésünk, áld meg ezt az ünneplő gyülekezetet. Áld meg az összes programot, a szolgálatokat, hogy minden a te neved dicsőségét szolgálja és lelkünk üdvösségét. Távolíts el minden körülményt, amely megzavarna a mi ünneplésünket, hogy minden a te neved dicsőségét szolgálja. De ha megnyitod az ígét számunkra, akkor adjál nekünk megfelelő tanácsot és útbaigazítást, hogy a következő 100 évben, a következő évben úgy tudjunk élni és szolgálni, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, akik ünnepelünk, a te dicső országodnak részesei lehessünk. Ez a kérésünk, add meg kegyelmedből, fiad nevében. Amen. Amen. Drága testvérek, néhány szóval ismertetem a délutáni programot, amely nem túl erősen rögzített, azonban mégis próbáljuk optimálisan eltölteni ezt az időt, hogy áldásos legyen. Emlékezések sora, események sora, különleges események sora, amelyekben Isten avatkozott be. Aztán a 70 éves évfordulóról lesz szó, a fúvózenekar jubileuma következik, majd pedig felszólalások a veteránok részéről, pásztorok részéről, és mindenképpen az egyház terület meg az unió részéről, azért, hogy ez a csokor, amit ma délután egybekötünk, legyen mindannyiunk áldására, üdvére. Tegye az Úr azt, hogy belőlünk, mi magunkból a legszebbet, a legjobbat tudjuk kihozni ma délután. Nagy neve dicsőségére. Amen.
Érdekes, fontos események. Tiltott bibliamásolás lámpavilág mellett. Hajdanában nem lehetett Bibliához jutni, vagy a magas ára, vagy pedig hiánya miatt. A kamaszkorú Barabás Pál, a Barabás Lina szombatiskolai edzőfia a 40-es évek elején azt a módszert választotta, hogy önkezével másolja le a Bibliát. Mivel hogy nappal szigorúan dolgoznia kellett, hol a mezőn, hol pedig a fazekas korong mellett, s apja, aki ellenezte gyermekei adventista hithez való ragaszkodását, éjszakánként lopva másolgatta a Bibliát. Nagyon kellett figyelnie édesapja netán ébredező szusszantásaira, mert azonnal ki kellett fújnia a petróleumlámpát, hogy ne legyen rajta kapva. Volt idő, mikor éjjelente sokszor is meg kellett ismételje ezt a játszmát, vagy pedig vállalnia kellett a másnapi következményeket, de nem adta fel. A népes családból ő volt az édesanyja kedvence azáltal is, mert akkoriban egyedül csak ő követte édesanyja nyomdokait az advent hit útján. Viszak, született Barabás Lídia, a szóban forgó fiú, nagyobbik húga élete délutánján déván fogadta el Krisztus igazságát. Vica nevű lánya is családjával együtt örül az advent család áldásainak. Mivel a bánságban lakik, nem lehet ma itt jelen Zsidó 12 egy versivel. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Üdvözli a ma ünnepet ülő gyülekezetet azzal a vágyal, hogy találkozhassunk mindannyian a kristálytengernél. Amen. A szombatiskolai kimutatás 1932-es év első negyedévéről. Megkezdtük szombatiskolánkat az Úr Jézusnak szent nevében, e dícs énekkel és imával. És a jegyzőkönyv felolvasása után a missziójelentés is lett olvasva, melynek címe Mire tanít bennünket Kína térképe. Innen hallottuk, hogy ott is megvan kezdve a munka, segítsen az Úr, hogy folytathassuk tovább, megteremve a kellő gyümölcsöt. Egy ének és ima után a Szabó Ödön atyánk fia vezette az elmúlt utolsó negyedév ismétlő leckét, amelynek címe Az igazi szombat ünneplés. Ezen leckéből tanultuk, hogy mit szabad csak tenni szombatnapon. Segítsen a mi jó atyánk, hogy attól el ne térjünk, soha ne cselekedjünk meg gondolatlanul, hogy egykor az örökké megmaradandó szombaton is részt vehessünk az Úr Jézus által. A szombatiskolai tagok száma 42, jelen volt 35, látogató 3. A kitűzött cél az adakozásban 126 lej, a célon alul maradtunk 63 lejjel. Kimutatás a misszió munkáról. 9 tag tartott 14 bibliaórát, 6 misszióórát, íratot eladott 23, beteglátogatást tett 2 esetben. Ezek után egy osztályban tanultuk a következő leckét, végül egy dicsénekkel és imával zártuk szombatiskolánkat. Amen. Barabás Józsefné, szombatiskolai jegyző. Drámai búcsúzás. A 3 legelső adventista közül Dániel Árpád kevesebb örülhetett új hite gyakorlásának családgyökörében. Mondhatni, profétikus szavakkal kellett búcsút vennie családjától, miután besorolták katonának az első világháború idején. Egyik összejövetel alkalmával, midőn idős Dániel József, Dániel Anna és más asszonyok is jelen voltak, mindannyiuk szívét szomorúság ülte meg, mikor Dániel Árpád a következőképpen búcsúzott. Nekem most el kell mennem, de nagyon kérlek, vigyázzatok e két gyermekre, mert én már többé nem jövök vissza, s ha már nem találkozhatunk velük e földön, találkozhassunk Isten országában. Szavainak erős vízhangja maradt, mivel igazat mondott. Hiába várták őt szerettei, a háborúban elesett. Kőzápor a háztetőn, vagy mégse? Jakab László házánál volt a gyülekezés azon este. Mint ismeretes, nem mindenki fogadta szívesen az új hit megjelenését, ezért a falubíró és a tiszteletes egy akarattal a község védelmének jegyében kiválasztott 10 válogatott bátor férfit, kiket arra bíztattak, hogy mikor a házban kigyúl a lámpafény és felcsendül az ének, a megadott jelre egyszerre kezdjék dobálni a házat kövekkel. Mindegy, hogy tetőt, ablakot, bármit, ahogy érnek.
Egy ideig minden a kiszámítás szerint történt, csak hogy a jeladás pillanatában hirtelen egy magas, tekintélyes, félelmetes külsejű, fehér ruhás idegen jelent meg a sötétben, mire mindenki egyszerre megtorpant. Megmagyarázhatatlan félelem szállta meg az imént, még bátor fiúkat, mindenik némán leengedte kezét. Az idegen semmit sem szólt, de ekkor lassan a kertkapunát eltávozott. Egyesek kíváncsian utánosontak, vajon ki lehet ez a különleges alak, de már sehol sem találták. Második próba. Jelszó, 1, 2, 3, és újra emelkednek a kövek a kézben. Csak hogy az idegen férfi ismét ott terem. A támadók szerte oszlotnak, nem értik, mi történt. Másnap az akciójelentés késik, mert a vesztesek nem dicsekedhetnek. A bíró és a tiszteletes nem tudja miért, így hát érdeklődnek. Az elbeszélt jelenség után egyszerű megadó válasz érkezik. Fiam, úgy látszik, nem szabad őket bántani, mert azok adventisták. Valamikor a Román Uniónál is dokumentálták ezt az eseményt a néhai Kovács Zsigmond elbeszélése alapján. Tilalmi időben szabadtéri istentisztelet. 1940-ben betiltották az adventisták működését, beleértve a gyülekezést is. Az élni vágyó gyülekezet ezúttal a természet templomát avatta gyülekezési helyé, a Nyárosvápa mögötti térséget választva. Egyik szombaton váratlan vendégek érkeztek rendőri egyenruhában, mire a gyülekezet kissé megrezzent. Amazok egy kis távolságból csendben végighallgatták az istentiszteletet. Azon reggelen Jézus szavait idézte az ige. Adjátok meg, ami a császári a császárnak, és ami az isteni az Istennek. Ahogy vége lett az istentiszteletnek, a kiküldött látogatók közelebb jöttek. Méltató hangon köszöntötték az egybegyűlteket, mondván, hogy maguk éppen azt tanítják, amire mindenkinek szüksége van. Ettől kezdve többé sosem jöttek kémkedni, s a gyülekezet zavartalanul működhetett. A meg nem sültött kenyértészta. Ez a történet Dániel Anna tettére utal, aki a samáriai asszonyra emlékeztető gyorsasággal döntött a megismert igazság mellett. Péntek délután volt, mikor éppen kenyértésztát dagasztott. Éppen csak akkor értesült Bálint Ferenc misszionárustól a szombat szentsége felől, aki mindenről hamar felvilágosította őt. Ennek hallatán érzékeny szívébe akkora volt a megdöbbenés, hogy a dagadó tésztát azonnal magára hagyta, és a kemencetüzét is kioltotta, mert mindjárt rájött, hogy a sütés nem készülhet el a szombat beállta előtt. Így hát a kenyeret nem sütötte meg, mert lelkiismerete arra tanította, hogy Isten parancsolatai őnék is szólnak, és ezután bűnlene tudatosan véteni ellene. Bálint Ferenc visszautasíthatatlan kérése. Annak idején Bálint Ferenc a szolokmai gyülekezetnek küldött egy fényképet, melynek hátoldalán olvasható a következő üzenet. Kedves szolokmai testvérek, úgy gondolok rátok, mint szófogadó gyermekeimre. Erőm annyira elfogyott, hogy szemeim itt a földön meg nem láthatnak titeket. Azért küldöm ezen képet tinéktek, hogy valahányszor ránéztek, mindig jusson eszetekbe az az üzenet, amelyet Bálint testvér hozott. Én csak azt mondhatom, amit Jeremiás síralmai 3.22. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk. És 2 Korintus 4.16. Azért nem szabad elcsüggednünk, hogy találkozhassunk. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe.
A következőkben 30 év régiségű hangfelvételről adunk rövid bejátszásokat az 1980-ban tartott 70 éves megemlékező találkozó alkalmáról. A válogatást nem az előadó kiléte, személye, hanem a téma és a vétel minősége határozta meg. A találkozó mottója hazaérkezés. Ezt a címet viseli, azért főképpen azokat érinti, akik Szolokmából időközben eltávoztak, viszont azokat is megszólítja, akik az atyai háztól, vagyis a hittől távolodtak el. Az ünnep elgondolása néhai Madaras Lajos és néhai Barabás Pál laikusok gondolatában született meg, mivel azonban Madaras Lajos sajnos 1978-ban elhunyt, öccse, néhai Madaras Mózes vette át az ő szerepét. A bejátszások mindenike magán viseli a hazaszeretet és a honvágy jegyét. Csendüljön hát föl elsőnek az egyik szervező hangja az első bejátszásban. Mert a távoli gombokat, amelyet alatt hagyja számolodott. Ó, azok a gombok, azok a fák, hazakus, források. Megviselkítették tóz átlagnak végét, emlékét. Ó, ezek a szolokmai gombok, megviselkítették valamiunknak felénk is kellemes érzés. Kedves hátrányosok, kedves emlékek, úgy fordult titokzatos tekintetünk, ez egy meleget, árasztó, puhatságot, kedves, anyagról jön a hintató hely felé, önbosztól körülve, sörgetetőbb hazak kevekisebb, kintesire, kicsit falu felé, miként napra fordult fordult a felső nap felé, követve a nap lentén, amit rámolik. Ó, hányszor hidottuk ki szemlénket, mint ablak vezet csodában, gondzó, megvizsgálatban kitapotott ötvények, úgy van a utcák felé. És most itt vagyunk, hazajöttünk. Itt vagyunk, légy üdvözölve, drága szülőkről. Legyen üdvözölve mindig magunknak, édesanyának, édesanyám, minden gyermeke, akiban hazajöttünk. Rövid részlet következik egy énekszámból, amely ugyanezt énekli meg. A következőkben Madaras Lajos királyi parancs magasságába emeli az isteni küldetést. Hallgassuk meg! Királyi parancsot jöttünk teljesíteni. Küldetésben vagyunk, kövességben járunk. Krisztusért, és a minden célunk között első hely emeli úrunknak, emeli gyönyörű megvilágítását. Üdvözlünk napi tanácsát. János 8.38.39, amely így hangzik. Térj vissza a te házadhoz, és beszélj el, mely nagyobbodtad veled az Isten. Madaras Ida szerint kellemetlen dolog Édenen kívül születni. Versének első részében ezt mondja el. Édenen kívül születtem, az Édenen kívül bolyogtam, átok alatt szánt keresettem.
szeretet fogással, szövisekkel, kiverejtékezett kenyére. Emberben édenkertnek emléke hunnya fog meg. Mégis akkor, amikor megérti az isteni jó szándékot, a versében kifejezi azt, hogy van reménység, és örömmel fölkiált. Atyám, újatani szeretnék, sírni, kaptatni, haza érde. Haza a te akarat. Érdem is nyertek. Versnek az legutolsó részéből szakítottunk még. Úgy tűnik, hogy a látomásszerű leírás, mintha Gecsemánén keresztül vezetne minket az atyai házhoz. Az atya fényben állt a fák, és gyermeke előtte fényben. Harmados, hűvös alkonyat volt. Ádám később utóda, hazavérte. Ezt az örömöt az akkoriban még működő elektromos gitárzenekar is megénekli. A két szervezőnek hangja következik, akik duettet énekelnek, és az elmúlás fájdalmait éneklik meg. Jakab Zoltán szót emelt, beszédében érzelmi síkon közelíti meg a témát, és az első próbálkozásával a hangja elcsuklik. Sokat próbálták, lehet, hogy mit mond a bolyban, hogy mit a titel, mindent is állom. Sokat sok tényleg megállapodást is mondtam, de végül ami a megszokvannája hely, nem igazad, hogy az ember maguk jól a kívánkodik. Tudjátok, hogy kívánkodik. A csontok, a belőtt, a hideg vettel az embernek, amelyik tartalmikon felnőtt, azt az áprálékot kívánja, attól vágyik, amelyik a levegőt kívánk, minden tárnak megvan a maga levegő nyomása. És azon a tájon, ahol ő felnőtt, felépültek a test, maga a kidegyenszer kívánja azt a helyet. Azért olyan kedve, azért olyan színpontotán. Azért jön mindenkibe, a világnak minden sorkában az ott vált az emberben. Csak haza mehetni. Elkerülnek emberek óriási távolságra. Lepussák életnek pályáját. Itt nyugalkozott csokiból. Aztán egy újabb levegővétel után megerősödik,
és most már erővel fejezi ki a találkozás lényegét és az élet értelmét. Az örökké valóságunk A következő megemlékezés felhívásszerű. Azokat is meghívja, akik Édenen kívülre távoztak, hogy jöjjenek vissza, ismét együtt meneteljünk tovább. Amikor hazamegyem, csempjen különbehez, még egyszer kinyújtott a kezét, a Isten, kegyelmesen, hogy népne maradékát megvegye. Jöjjetek haza! Elhűtített gyermekek! Jöjjetek vissza! Drága testvérek, majd miután megmutatom egész a népkoromban azokról, akik eltávoztak. Örvendek, hogy jól látok, és hiszem, hogy ennek az adta megmutat áldása, és örömmel most zsengeli Isten hívó szava, hogy amikor ide hazanyikor egyúttal hajadjunk, az örök hozzám. Ha azt mondom, Boros Ferenc, tragikus esemény jut eszünkbe. Ugyanis 52 éves korában tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk. Hangját fogjuk meghallani, és egyben azt is, hogy bekonferálja, beajánlja Máté Gyöngyi költeményét, amely szinte az ő életét és a miénket is elmondja. Ugye tehát már ebben a különleges helyzetben is üzenete van hozzá az időnek, a múltnak, a jelennek, a jövőnek. Most viszont látjuk egy más jelentőségnek. Fantos felé, ez a történet. És gondolom, boldogan egy maraton, mint egy viszont látnánk. Hamar egykor viszont látnánk. Néli sóhajok a szívek mélyében, kérdés a reménységben, tűrős kérdében. Borrozsogok és könnyűt záporaimat, fel-fel törünk észre a tisztos gondolatok. E gondolatokat könnyen pecsételve, az elvállásokban már is honlátja a megszerve. Nincs mit csendesítsen a könnyen záporát, csak el vihat. Ha majd ismét viszontlátjuk egymást. Édes reménykeltő hangokkal zárul az emlékezések sora.
Kedves testvérek, egy szöveget szeretnék idézni az Ézsaiás próféta 46. fejezete 9. versét. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok az Isten, és nincs többe. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonló. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról. Amint Barabás testvér levetítette ezeket a jeleneteket, őszintén mondom, a szívem összeszorult. És visszaemlékezni azokra a személyekre, gyülekezetünknek, illetve a szeredai gyülekezetnek, azon tagjaira, akiket úgy neveznék a szeredai, illetve a szolokmai testvérek közül, hogy a szolokmai adventizmus gyöngyszemei. Nagy ünnep ez, testvérek. A mai ünnep egy nagy ünnep. Ma van az emlékezés napja. Az adventizmus 166 éves történelméből a szolokmai gyülekezet 100 évet tudhat maga mögött. És ez nem kevése. Nem sok erdélyi gyülekezet van, talán Sármásról tudok, aki 100 évet tudhat maga mögött. Nagy kiváltság az, hogy ma is köztünk vannak olyan személyek, akik vissza tudnak emlékezni a 100 éves történelem 60, 70 vagy közel 80 évére, és itt vannak közöttünk. Neveket nem akarok említeni, de azt nagyon jól tudjuk, hogy a 100 év alatt sok változás volt. Politikai, ideológiai, sok minden változás történt 100 év alatt. Volt kapitalizmus, volt királyság, volt szocializmus, volt kommunizmus, volt diktatúra, volt demokrácia, vagy van, ha annak lehet nevezni, volt ilyen világ, volt olyan világ. Jöttek és mentek. De az adventizmus megmarad. Nem csodálatos dolog ez? Hogy az adventizmus áll, és erősen áll. A Nagy Küzdelem című könyvet 1888-ban adták ki. Az én nagyanyám akkor született. 1888-ban. A családban ő fogadta el az advent hitet, és az én nagyapám, különben a családunk tagjai tudják, nagyon ellene volt. Nem szeretett hallani az adventizmusról. Így mondta, ha az udvaron a tyúkok meg a kövek adventisták lesznek, én akkor sem leszek az. És erős, kőszívű ember volt. De valahogy, úgy, mikor eszembe jutnak ezek a gondolatok, mert nagyanyámtól tanultam meg azt, hogy milyen az, amikor valakinek túláradó öröme van. Amikor valaki túláradóan tud szeretni. Mert ha valaki hozzánk jött, elsősorban a prédikátorok vagy vendégek, az első dolga az volt, hogy elmondja azt, hogy nagyapám hogy tért meg. És megtanultam, és láttam azt, hogy milyen a túláradó öröm. Mindenkinek elmondani. De mi is történt? A Lukács evangéliumában, de egyébként a Máté evangéliumban most olvashatjuk, amikor Jézus azt mondja, ne mondjátok, Ábrahám a mi atyánk, mert mondom néktek, hogy Isten ezekből, a kövekből is támaszt fiakat Ábrahámnak. Na, a tyúkokból meg a kövekből nem lettek adventisták, de nagyapámból az lett. És nem csodálatos az Istennek a műve, az Istennek a hatalma. Ugyanis a 20-as évek talán az elején lehetett, akkor, amikor a család úgy állott már, hogy arról is beszéltek, hogy két részre osztják, két fiú, hat lány. A lány marad az anyjukkal, a két fiú marad a családfővel. De
már Sármást említettem, és a 20-as években Dicsőszent Mártonban volt egy konferencia, és hallottuk azt, hogy már a 13-as években itt volt 15 tag. Hogy hány tag lehetett akkor a 20-as évek elején, azt nem tudom, de nagyanyám megszervezte azt, hogy lovasfogattal innen az adventisták elmenjenek Dicsőszent Mártonba a konferenciára, ahol egy nagy sátorban találkoztak, és beszervezte, hogy nagyapám legyen a kocsis. És elfogadta. De volt egy nagy szenvedélye. Nem tudott megválni soha a pipájától. Az mindig nála kellett legyen. És azt mondta, én elmegyek, de 3 napig mi lesz, hol fogok pipázni, mit fogok csinálni, mert lesz ott valahogy megoldódik. És elmentek. És a sármási zenekar, akkor már Sármáson fiatal gyülekezet volt, de volt fúvózenekar, és annyira megfogta nagyapámat a zene, a fúvózene, hogy már akkor eldöntötte, hogy elköszön a pipától és nagyanyám mellépártól. Nem beszélt erről. Hazajöttek, eltelt a hét, pénteken azt mondja, készítsd a ruhámat, pénteken én is megyek az imaházba. Jó, nagyanyám nagyon nőrvendett, és azt mondja, sok volt a koma, barát, ismerős, hát azért, hogy ne szólnak meg, a kertek fölött el fogunk menni, hogy ne lássanak. Nem, azt mondja. Ha én szégyellem az Úr Jézust, ő is fog szégyelni engem az Atya előtt. Megyek az úton. Megyünk az úton. És felvette azt a küzdelmet, amely az ő számára csak akkor kezdődött. És nagyapám megkeresztelkedett, és hűséges adventista volt. És nagy öröm számunkra az, hogy itt van Kovács Bíró János testvér, és gondolom, hogy visszaemlékszik ott az imaházban, amikor a zenekari tagok próbáltak, a próbán mindig ott volt végig. És végig hallgatta a próbákat, annyira lenyűgözte a zene. Íme, milyen nagy szerepe és haszna van a zenének. Amikor utolsó szavait mondta, akik körülötte voltak, és nagyanyám is mondta, utolsó szavai az voltak körülötte lévőknek, és utánuk mi nekünk, hogy gyűjtsetek magatoknak mennyei kincseket. Ezek azok az értékek, amelyek megmaradnak mindörökké. Egy másik gondolatról is szeretnék említést tenni. Itt látjátok, kicsit minőségi hiba van a képen, mert többszöri másolás után a minőség romlott. 2008-ban megszerveztük a találkozót, és mondhatnánk úgy a családi találkozót. Nagyon akartuk, hogy ez a nagy család, aki szétszóródott az országban, az országon túl, hogy összegyűjjünk valahogy, és együtt legyünk. Többszöri próbálkozás után 2008-ban sikerült tető alá hozni, megszervezni ezt a találkozót, amit úgy neveztünk, hogy a madaras találkozó. És a szám elérte majdnem a 200-at, akik összegyűltünk. A helyszínt, ami a helyszínt illeti, a két változatunk volt. Az A változat volt Cséje, ha jó idő lesz. A B változat volt Szolokma, hogyha rossz idő lesz. Mert itt jobb lett volna az elszállásolása. Mi volt a találkozás célja? Találkozni egymással, a testvéri szeretet lappangó tüzét feleleveníteni, lángra lobbantani. Erre van szüksége minden családnak, minden nagy családnak és kis családnak, és erre van szüksége a gyülekezetnek is. Lángra lobbantani azt a szeretetet, amit Isten szeret látni az ő gyermekeitől. És ennek a lángra lobbantásnak a jelképe ugye a tábortűz. Itt volt a program, együtt voltunk, énekeltünk, imádkoztunk Cséjében, ígét hallgattunk, örvendeztünk az Úr kegyelméből. Felidéztük az emlékeket, és eszünkbe jutott az, hogy Szolokma és Cséje bércein, hogy szaladgáltunk annak idején, szalmakalappal a kezünkben a déli báb után, és pillangót fogtunk. És ezek a szép gyermeki emlékek. És együtt voltunk. Elhatároztuk, hogy még megismételjük, de minden
ember, és talán mindenkinek van egy nagy ellensége, az idő, és az, hogy nem tudjuk, a jövő hogy alakul. A múlt már nem, a múlttal már nem rendelkezünk, a jövő még nem a miénk, így tehát marad a ma. Amit megtehetsz ma, ne halaszd holnapra. Minden, ami szép, ami jó, azt ma kell megvalósítani. Ma kell átadnunk magunkat Istennek, ma kell imádkoznunk, ma kell örvendenünk egymásnak, és ma kell imádjuk Istent. Bátorítás. Félünk a jövőtől? Sokszor félünk, de még nem vagyunk a birtokában. A vágytestvérünknek egy gondolatát szeretném idézni. Nincs miért félni a jövőtől, kivéve, ha elfelejtettük az útat, amelyen mindeddig segített az Úr. 100 évet ünnepel a szolokmai gyülekezet. Nem kis dolog, ez egy nagy dolog. És nem sokan érik meg ezt, ugye, hogy részük legyen egy ilyen ünneplésben. Ezek a képek a találkozóról vannak, ahol együtt voltunk, együtt ebédeltünk. Rövid részletek a jelenetek. Minél régebbi egy kép, annál értékesebb. Láttuk, hogy az 30 évvel ezelőtti képek és hangok milyen csodálatos és mennyire lenyűgöznek bennünket, és ezeknek a képeknek is majd később lesz értéke, ez még csak 2 éves. Most van az ebéd, idő, amikor együtt vagyunk. Van egy családi himnuszésem. Milyen kedves élmény együtt ünnepelni családunk oltárán, tüzet éleszteni, ez a refrénje az éneknek, és ez a legcsodálatosabb dolog a közösségi életben, élezgetni a tüzet, a szeretet tüzét. A tábortűz, ezt kell ránk lobbantani minden családban, ez jelképe az egységnek, az életnek. De a tábortűz leég, marad a meleg, meleg a füst, de ott van a parás a hammó alatt, és ezt időnként fel kell eleveníteni. Ez legyen a jelképe a közösségi életben a szeretet újraélesztésének, és ezt gyakoroljuk, minél többször gyűjünk össze, örvendjünk egymásnak, és ne csak panaszkodjunk, siránkozzunk azon, hogy nincsen időnk, nincsen időnk. Segítsen Isten testvéreink, hogy minél többet találkozunk Isten kegyelméből, és egykor az ő országába. Amen. Thank you.
Amikor a mennye a földdel érintkezik, akkor ott zene és ének hallható. A zene Isten ajándéka, hogy tiszta, nemes és emelkedett gondolatokra ihlessen. Ha helyesen alkalmazzák e drága adományt, alkalmas arra, hogy felemelje a gondolatokat, magasrendű és nemes dolgok felé, hogy a lelket nemesítse és ihlesse. Összhangot visz a cselekedetekbe, számúzi a búskomorságot és a bal sejtelmeket. Mint Isten imádatának egyik része, olyan értékeket képvisel, melyekről soha nem szabad megfeledkezni. A zene a legtitokzatosabb és a legemelkedettebb dolgokat is elmondja, amit a lélek érez és megálmodik. Az éneklés csodálatos ajándéka mellett a hangszeres zene vagy változatosabb lehetőséget ad Istenünk dicsőítésére. A bibliai történelemben több helyen találkozunk hangszerekkel, főleg kürttel, trombitával. A Sínai hegynél a törvényadáskor Isten jelenlétét egy mindinkább erősödő, igen erős kürtzengés kísérte. Jerikó bevételénél a vár megkerülésekor kürtökkel kürtöltek. A több mint 120 ezres midianita sereggel szemben Gedeon 300 katonájának egyik fegyvere a kürt. Mégis a csata győzelemre fordul a 400-szoros túlerővel szemben. A híres ének és zeneszerző Dávid, miközben Isten ládáját az Obededom házától az őt megillető helyre viteti, énekekkel és zenével fejezi ki örömét, a hangszerek között ott találjuk a kürtöket, melyek belehasítanak hangjukkal a levegőbe az Úr jelenlétének tudata feletti öröm kifejezéseként. A salamoni templom felszentelésekor arról olvasunk, hogy 120 kürtölő pap állt napkelet felől az oltárnál, mert a kürtölőknek és éneklőknek tisztök vala egyenlőképpen zengeni az Úrnak dicséretére és tiszteletére. Mózes 3. könyve 23. fejezetében 7 ünnepről olvasunk, melyek évenként ismétlődtek Izrael népe történetében. Ezek között találjuk a kürtzengés ünnepét a 7. hó első napján. Ünnepélyes felhívás volt ez az egész Izraelnek, hogy készüljenek a 10 nap múlva bekövetkezendő ítéletre, a nagy engesztelési napra. Kürtzengés ünnepének új szövetségi beteljesedése az advent mozgalom. A kürtölésnek esztendeje 7 szombat év után, az 50. év, amikor a szabadságot hirdettek a földön, visszakapta Kiki az ő birtokát, és visszatért Kiki az ő nemzetségéhez. Láthatjuk tehát, hogy a Bibliában Isten tanítási rendjében a trombita, a kürt jelképpé válik. A felkészülésre való felhívás, a figyelmeztetés, az ítélet, a szabadulás jelképévé. Kürtöljetek kürtökkel, és készítsetek el mindent. Figyeljetek a kürtnek szavára. Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivaljatok az én szent hegyemen. Ha megharsan a kürt a városban, nem riadé meg a nép? Kiálts teljes torokkal, ne kíméld, mint trombita, emelt fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket. Ha valaki hallángja a trombita szót, de nem hajt az intésre, az ő vére az ő fején lesz, és ha hajtott az intésre, megmentette lelkét. Mert ha a trombita bizonytalan zengés tészen, kicsoda készül a harcra. A trombita az ítélet jelképe is, gondoljunk a jelenések könyvében leírt 7 trombitára. Ha idejében meghalljuk a kürt szavát, nem kell féljünk a kürtnek és a tárogatónak napján a büszke e tornyok ellen, Sofoniás 1.16, viszont fogunk hallani az ő angyalai nagy trombita szóval, amit egybegyűjtik az ő választottait. Vagy elváltozunk nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Felvonul Isten harsonaszónál, kürzengés közt az Úr. Boldog nép az, amely megérti a kürt szavát, a te országod világosságánál jár ez, ó Uram.
Ez az ünnepi találkozás jubileumi alkalom azért is, mert a szolokmai fúvószenekarim már kissé több mint 50 éves megalakulására emlékezhetünk. 1957-ben a Bogárterkei fúvószenekar Kovács Bíró János testvérünk vezetésével látogatást tett Szolokmába, melynek hatására 1957. október 17-én egy határozat születik a zenekar megalapítására. 1958. január 1-ére 600 lej befizetésével tagsági jogot élveztek Nagy Ádám, Jakab Márton, Jakab Zoltán, Dániel József és idős Jakab Kálmán, később fia Ádám. Február 3-án Fülöp Ferenc, Kovács Bíró János és Jakab Zoltán Aradra, majd Temesvárra utaznak, és megrendelik az első hangszereket. Március 10-ére már 5 hangszerrel folytatódik a tanulás. Az év végére több hangszerrel bővül a zenekar. A vásárlási jegyzőkönyvből idézzük a következő mondatot. Bíró József előállított saját fáradtsága és költsége folytán egy dobot, melyet a zenekar elismert 600 lejes részvény ellenértékeként. A hangszerekre kiadott pénz összesen 13.805 lej, ebből 11.054 lej a zenekari tagok részéről, a többi a gyülekezet, valamint testvérgyülekezetek adománya. További tagok Dániel Zoltán, Bíró József, Kovács József, Máté Géza, Barabás Áron, Máté József és Sófali Imre. A zenekar Kovács Bíró János testvér vezetésével fejlődik, majd tovább szolgál az 1960-as évek közepéig, amikor egyes családok elköltözése miatt rövid időre a hangszerek fűzfára kerülnek. Az 1960-as évek végén Gyéresi József prédikátor testvér szolgálata elején a Nagy Sármás és Szász Pista bácsi vezetésével újraindul a zenekar. Ekkorra már egyes hangszerek gazdát cserélnek. Új tagok: ifjú Jakab Márton, Jakab Árpád, Máté László, Jakab Miklós, Nemes Dénes és Nemes Ferenc. Azután egy hosszabb szünet következik, miközben a hangszerek szótlanul és porosan várják a harmadik lehetőséget, amikor ismét szólalhatnak Isten dicsőségére. Több mint 10 év szünet után, az 1980-as évek közepén újra erőkerülnek a hangszerek. A néhai Boros Ferenc testvér felfedezte a zenekar újra szervezésének lehetőségét. Nem sajnálva időt, fáradtságot, türelmesen tanította az új generációt egy néhány veterán közreműködésével. Meg kell jegyezni, hogy amikor a szolokmai gyülekezetről beszélünk, természetszerűen a Cséjei testvéreket is beleértjük. Cséje nélkül nincs Szolokma, és ez is egy beszédes bizonyítéka a közösségi élet szépségének. Ha tehát a szolokmai zenekar történetéről szólunk, akkor az egyúttal a Cséjeiéké is. Talán mert ebben az időben a több mint 10 fiatalból csak 2 volt lány, vagy mert akkoriban a kikapcsolódásra nem volt annyira ördög ilyen varázslatos lehetőség, az ifjúság hobbiává váltak a zeneórák, így töltve hasznosan a hosszú téli estéket egy héten többször is. Azért hasznosan, mert a zenélés hangulata mellett öntudatlanul is tanulhatták egyúttal az élet leckéit, úgy mint szabályszerűség, rendszeresség, egymásra figyelés, összhang, egymás kiegészítése és más értékek, amire a zenélés taníthat. Így vált a zene, a trombiták, a gyülekezet, de főleg az ifjúság részévé. Volt idő, amikor 9 szombaton egymás után különböző gyülekezeteket látogattak a Zarándok útja című programmal. Természetesen a zene is színezte e szolgálatokat. Az evangelizációs alkalmakon is sok helyen szólalt meg az Isten dicsőítő zene, színesebbé téve az alkalmakat. Több mint 20 évvel ezelőtt volt az első esküvő Maros-Bogáton, ahol az első lépéseket teszi egy alakuló esküvői formáció. Azóta sok-sok esküvőn igyekeztek megfelelő hangulatot teremteni, legutóbb július 25-én Sepsiszentgyörgyön. A történeteknek van egy megrázó fekete pontja. 1990, ifjú Kovács Józsika tragikus halála.
A viszontlátásba vetett hittel gondolunk rá, aki nagyon szeretett zenélni, és mindig komolyságával javította a zeneórák minőségét. Várjuk a napot, amikor ismét együtt zenélhetünk vele, és a néhaivá vált más zenekari tagokkal. A zenekar tevékenységének egy külön missziója a sok-sok temetés, melyen szolgált valahányszor szükség volt rá. Ezúton is megköszönjük a nyárátszeredai fúvós zenekarnak a közös szolgálatokat. A két zenekar között többszörös szálak fűződnek, nem csak az esküvőkön vagy temetéseken való kollaborálás, hanem különböző ünnepségeken, zenekari találkozón való közös szolgálatok. A rokoni szálakon túl egy közös alap a Kazán Vasile testvérünk által feldolgozott zenedarabok. A ma délutáni közös zenekar is a hosszú baráti együttműködés jegyében dicsőíti Istenünket. A fúvós zene lángjának szépsége, mely fellobbant 1958-ban Szolokmán, aztán újra gyulladt a 60-es évek végén, majd egy időre átkerült Sóváradra a 70-es, 80-as évekre. Aztán a 90-es évekre ismét Szolokmába lángol. Közel két éve Kibéden próbálnak tovább vinni ebből a lángból. Isten dicsőítésének ez a módja tehát az 1958-tól él, a kisküküllő mellett is, és továbbra is élni akar. Istenünk legyen áldott a zene ajándékáért, és segítsen határozottan fújni a kürtöt a Sionon. Másrészt alázatosan meghallani a kürt szavát most, és Jézus közeli eljövetelekor pedig a harson a hangját. Amen. Amen. Kedves gyülekezet, rövid emlékezés után, miután megemlékeztünk a zenekar történetéről nagyon röviden, szeretnénk szót adni egy pár veteránnak, elsősorban a Kovács Bíró János testvérünknek, aki által idejött a zene, és aki segítségével elindult itt ezen a környéken, ezen a vidéken, itt konkrétan Szolokmában a zenek tanulása. Majd Jakab Zoltán testvérünknek is szót adunk, és vannak más veteránok is, akik esetleg még akarnak szólni, szívesen megtehetik. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves szolokmai testvérek! Az én számomra egy különleges öröm, hogy itt lehetek köztetek ezen a szép ünnepnapon, ezen a szép szombaton, hogy együtt ünnepeljünk, együtt emlékezzünk kellemesen a múltra. Egy ígét idézek a zsidókhoz írt levél 13. rész 8. versében. Jézus Krisztus tegnap és ma, és örökkön, örökké ugyanaz. Amikor elhaladtunk itt máma reggel, felfelé itt az úton, mit lát szemeim, hogy a régi gyülekezetház, az imaház még áll a maga szépségében. És tudjátok, hogy milyen érzést töltött el, hogy a Bogártelki zenekar ezelőtt 53 évvel, pünköstkor, abban az imaházban dicsőítette az Istent, hogy a testvérek élvezzék az Istennek a dicséretét. Tudjátok meg, hogy én azt akarom nektek mondani röviden. Milyen jó lenne, hogyha az imaházat egy olyan múzeumá alakítnátok át, hogy az fennmaradjon a következő nemzedéknek a részére. Megmondom, hogy honnét illetődök. Amikor elmentünk Bátelkrikbe meglátogatni azt a múzeum falut, és megláttuk az első imaházat, ahol Vágy testvérnő volt, és kapta a látomást, én innét illetődök, hogy itt van az orgona, és azok a padok, azok régi székek, ahol, ami
vagy a ti elődötök, az régi öregek ültek azon, a régi szószék, gyönyörűen kifestve, rendbehozva, dísze lesz az egész falunak. És tudjátok, meg emlékezzetek vissza, amikor Izrael népe átment a Jordánon. Mit parancsolt Józsuénak az Úr? Na, mit parancsolt? Emlékköveket állítsatok azért, hogy a következő nemzedék is lássa meg, hogy száraz lábon mentetek keresztül a Jordán vizén. Miért idéztem ezt a verset, hogy Jézus Krisztus a tegnap és a ma, és mind örökkön, örökké ugyanaz, visszatekintve a múltban, visszatekintve a száz évre. Engedtessék meg, hogy elmondjak, biztos száz testvére már hallotta édesapámtól azt a kis történetet, amikor Hünegát testvér Magfalván volt. Mikor jöttünk errefelé, azon gondolkoztam, hát hogy került az advent üzenet pontosan Szolokmára. És felidézte édesapám, mert elmesélte Hünegát testvér, hogy amikor Magfalvára érkezett, és úgy hallottam a beszámolóba is, hogy milyen nagy ellenszenves volt, és milyen nagyon ellenezték ennek az drága üzenetnek a működését, a terjesztését. Tudjátok, mit csinált a rendőr, vagyis annak idején a csendőr, parancsnok? Hünegát testvér bezárta éjjelre a tyúkolba. És reggel, mikor felkeltek, ment a rendőr főnök, hogy nyissa ki az ajtót, és az a nagy ember, Hünegát testvér, a zöldtögyivel bújik ki a tyúkolból, és azt kérdi a rendőr parancsnok, na hogy aludt, kedves uram? Azt mondja Hünegát testvér, úgy, mint egy amerikai állampolgár. Amikor ezt kimondta, azonnal megszégyenülve, jaj, bocsánat, uram, hát mi nem tudtuk, hogy maga amerikai állampolgár. És akkor parancsolta feleségének mindjárt mosdóvizet, aztán kefélték le a kabátjáról a pókhálót, meg a piszkot, és jaj, nehogy elmondja valakinek, amit akar, azt csináljon, azt mondja, mert mi nem tudtuk, hogy maga milyen államnak a polgára. És ebből kifolyólag, kedveseim, ti tudjátok, hogy milyen polgárok vagytok? Száz év elteltével. Na, milyen polgárok? Cselédei az Istennek, és polgártársai a szenteknek. Látjátok, milyen kivált képpen való néphez tartozunk éppen azért. Na most térjünk egy kicsit által, ez volt a tegnap. Ott volt Jézus Krisztus. Jöjjünk egy kicsit, hát mit mondjak nektek? A zenekarnak a megalapítása is a tegnap volt. Mert az 58-ban volt. Akkor, amikor Fülöp bácsi, biztos, hogy ismeritek, még előbbre megyek. Édesapám 101 éves, a dobos, láttátok ott. Ő ütötte a dobot, most 101 évet töltött. Megismerkedett Kolozsvárt a Magyaras Lajos testvérrel. És jó barátságot kötöttek, és volt is az atyafi nálunk. A Basa családban, úgy kell mondjam. És hogy nem, ugye látta a Bogártelki gyülekezet működését,
Aztán Fülöp bácsi megint bogárt elkérül nősült, egy egész szoros kapcsolat jött létre. Na, hát jöjjünk el 1957-ben Pünköstre, mert egy gyönyörű, szép ifjúsági ünnepé lesz itt, Szolokmán. Összegyűl itt a körzetnek az összes öregje, fiatalja. Hát, hogy jöjjünk el a fúvó zenekarral. Hát, tudjátok meg, akkor még nem volt kocsi, a vonattal jöttünk, aztán leszálltunk Magfalván, én nem is tudom már, hogy talán gyalog feljöttünk ide. Na most azt akarom mondani, hogy eltöltöttük a szombatot, egy gyönyörű szombat volt, vasárnap elmentünk Csejébe. És ott a szabadban volt egy istentisztelet, egy ifjúsági összejövetel, aztán ott futtuk addig, ameddig tudtuk, meg énekeltünk. Na visszafelé már szekerekkel vitettetek le minket. Emlékeztek rá? Igen. Hát, mikor megérkezünk Magfalvára, és ott az állomás főnök már mindjárt meglátta, hogy a kezünkben a hangszer. Ott még futtunk egy jó indulót, és felültünk a vonatra. Azt mondta, na még egyet fújjanak, mert én addig ki nem engedem a vonatot. Azt képzeljétek. És futtunk megint egy néhány éneket, és azután engedte el a vonatot. Ez volt mondjuk a Bogártelk és a Szolokba élménye, mert hát ugye akkor voltunk leghamarabb itt. Hogy alakult meg a zenekar? Ennek a látogatásnak a lelkesedésére a szolokmai testvérek fellelkesedtek. Na mi lenne, hogyha itt is a szolokmai gyülekezetben lenne egy fúvózenekar? Jó, én mondjuk a bizottságban a tárgyaláson nem vettem részt. Csak azt ígértem, hogy ami tőlem telhet. Az én szerény tudásom szerint mindent megteszek annak, hogy megszervezzük Szolokmán a zenekart. Na persze, mondjuk a hangszereknek az árát a gyülekezet, úgy, ahogy hallottuk. Mindenki be kellett szálljon egy bizonyos összeggel, aztán, mikor már úgy összegyűlt a pénz, akkor elmentünk Fülöp bácsival, még nem tudom, valamelyik jött. Te voltál, igaz? Elmentünk Aradra, mert tudtam a címet. Elmentünk Aradra, kiválogattunk egy néhány hangszert. Elmentünk Temesvárra, onnét is kiválogattunk egy néhány hangszert. Már mikor jöttünk vissza, hangszereket hoztunk, azt képzeljétek. Na, hogy legyen a kiválasztás? Hogy minden ember kapja meg a megfelelő hangszerét. Ugye, hát annak idején a kóta ismeret, hát gyermekcipőbe járt. Még azt el akarom mondani, mikor ide eljöttem, szegény Nagy Ádám testvér. Én úgy jártam, mint Dávid a harctéren. Hát ez a gyermek mit akar itt? Akkor alig 20 éves voltam, nőtlen. Hát megpróbáltuk, hogy ez a gyermek mit is tud. Aztán szépen, úgy lassan-lassan kipróbáltam, hogy na, ki tud beléfúni a flügerhornba, a primtrombitába, ki tudja a bassflügerhont, ki tudja az esztrombitát, és mind így szépen, meg a helikont, és mindenkinek, minden hangszernek megkerült a gazdája, ahogy szokták mondani. Igen, ám ez idáig nagyon simán ment. Ezután jöttek a problémák. Kóta tanulás. Aztán ütemezés. Aztán megtanulni
a skálákat, a billentyűket, hogy melyiket, hogy fogjuk, hogy el tudjuk játszani egy C-skálát. Tehát annyi skáláztunk, hogy csoda. Ha nem ment, leszámoztuk. Hol az egyiknek, hol a másiknak. Mert csak szám szerint is már tudták fúrni. Mert ha már egyszer bele tudtak fúrni a trombitába, akkor ez... az már ment szám szerint is, nem kellett a kótás sem nézni, de ha volt egy kis füle. Úgyhogy emlékeztek vissza Cséjében a Dániel József testvérünk házába. Ott volt, ott tanultunk, igaz? Sokszor úgy futtok, hogy akkor nem volt villany. Petróleumlámpa. Kettő is égett, mégis elaludt, úgy futtuk. Volt egy kis leányka ott náluk, most nem tudom, itt van-e, Icukának hitták, vagy hogy hitták. Tessék? Nem, az előtt, egy Icuka. Azt mondja, a tanító bácsi még nem kelt fel. Minden reggel, alszik még a tanító bácsi. Tehát olyan jó, most nem azért, hogy is mondjam, hogy én olyan nagy tanító voltam, de az, ahogy megszólított, én mindig neki tanító bácsi voltam. Nem tudom, itt van-e, vagy nincs. Na, elég az hozzá, hogy mikor az első éreket megtanultuk, és akkor már kezdett menni, a másik szombaton, már eljattuk az imaházba. Na, akkor ez a gyermek valamit tudott már. De nem ez a gyermek, hanem a szolokmai zenekar. Melyiket tanultuk meg leghamarabb? Mit gondolsz? Nagy Isten, még dicsérünk. Igaz? És az olyan áhítatos volt, mindenki úgy örvendett, hogy valahogy úgy ki volt elégülve, hogy hát már egy éneket tudott a zenekar. Na aztán az indulók, még temetési indulók emlékeztek, hogy meneteltünk ott Cséjébe az utcán, a dob ütötte, és aztán mentünk. Hála Istennek, én azon örvendek, hogy valamit én is tudtam tenni a szolokmai gyülekezetért. És ahogy hallottam, hogy látjátok, a jó hírnek is van jó híre, meg hogy is mondjam, egy jó cselekedet ragályos. Mert ha itt alakult fúvózenekar, akkor már Sóváradon is. Aztán azután ugye Kibéden is. Meg azután, tehát volt valami értelme, hogy Szolopán megalakuljon a zenekar. Na most már én annak örvendek még jobban, nem három trombita szól, mint ahogy mondják, három angyal trombitál. Nem hét trombita szól, mert azok az utolsók. Én annak örvendek, hogy 20 trombita szól, 30 trombita szól, mert ez mind Isten dicsőítésére szolgál, kedveseim, ezzel zárom szavaimat. Örvendek, hogy együtt ünnepelhettünk, és én azt kívánom nektek, hogy a továbbiakban ne vesztessetek el bizalmatokat Istenben. Tudjátok meg, ennek nagy jutalma van. Úgy, ahogy az elmúlt 100 éven keresztül velünk volt, a következő jövőben is, a következő 100 évben nem tudjuk, hogy most mennyi adatot még nekünk, vagy ennek a földnek. De ahogy múlik az esztendő, úgy Jézus Krisztus jövetele mind közelebb és közelebb jön. Na még egy gondolatot engedjétek meg. Ezt a szép imaházat, mikor ide építettétek, azt gondoltam, hogy megmondom nektek, hogy még a munkát nem fejeztétek be.
Na, mit szóltok hozzá? Azt akarom nektek mondani, Péter apostol szerint. Mint élőkövek, épüljetek fel Isten házává, szent papságá az Úrnak, hogy így tudjátok dicsőíteni az Istent máma, holnap, és ameddig az ő kegyelme tart, mind örökkön örökké. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Szeretett kedves testvérek, kedves ünneplő gyülekezet, nem merítem ki a türelmeteket annyira, mint mert hiszen az ide eltelt, de azért engedtessék meg egy pár szót szólanom. Igaz, hogy én úgy jártam, mint annak idején Ézsau, mikor hazament. Hát atyám, ha nem maradt valami, nem. Hát úgy elmondták az eddigiek az elmondani valót, hogy nem sok maradt nekem. De azért lettek dolgok, amelyek elfelejtődtek, vagy pedig hát minden nem is férhetett bele a programokba. Ezért tehát egyes dolgot még megemlíthetünk, az idősek ért. Mert a fiatalok talán nem emlékeznek annyira a régi dolgokra. Tehát van egy gyönyörű szép énekünk, amelyik azt mondja, hogy ó, állj meg életvándora, és mondjátok, és tekints vissza. Hát ez a kettős ünnep, azt hiszem, hogy a múltba való visszatekintésnek az ünnepe. És tekintsünk vissza. El lett szépen mondva az alapítás, hogy hogyan alapult meg a gyülekezet, de jelenleg ugye ünnepeljük a 100 éves évfordulós, amint hát hallottuk a zenekarnak az 52. évfordulóját. Ez a 100 éve, ez elég nagy idő. Egyszer egy idős bácsit megkérdett egy fiatal, hogy bácsikám hány éves? Hát mondott 90-en fejül, mondja a fiatal. Hát, bácsikám, ez szép idő. Ó, fiam, ebben volt csúnya is. Tehát nem mind szép volt. Úgy a 100 éves gyülekezetünk évfordulójában is nem mindig ragyogott a nap. Volt a felhőnek, a borúnak és a hománynak a napja is. Amint a bejátszásban is hallott, figyeltük meg, az első világháborúba való berukkolás, ugye többnek be kellett menni, de a két veterán, aki legelsőbben az íge, akinél legelsőbben az íge megragadt, az mind a kettő oda maradt. Ez egy veszteség volt az akkori kicsi gyülekezetnek. Akkor utána a nagy vesztesége, amit történt, hát szépen a gyarapodással feledésbe ment. De ugyanakkor Sátán nem aludt. Mert a gyülekezet szépen épült, de Sátán megirigyelte. És egy alkalommal a 20-as évek táján jöttek olyan prédikátorok, vagy prókátorok, így mondjuk inkább, akik gyorsan kiáltották egy hangos szóval a gyülekezetbe, hogy Babilonból fussatok ki, mert omlik Babilon. És a gyülekezetre mondták ezeket, és sok jóhiszemű testvért megtévesztett ez a felkiáltás. És egyszerre, tehát ismétlem, több mint 10 tagot elveszített a szolokmai gyülekezet, ki átmentek a reformhoz. De jóindulatú atyafiak, jóindulatból tették, de félre lettek vezetve. Ez nagy sebet ejtett abban az időben a szolokmai gyülekezeten. És nehezen újult ki. S rögtön következett mindjárt a második világháború. Oda is behívták a testvéreket, és két testvér a második világháborúban is oda maradt. Emlékezzünk meg azokról is. És utána a gyülekezet nagyon, de nagyon rohamosan fejlődésnek indult a háború után. És az 45-től egészen 60-ig írta a fénykorát ez a gyülekezet. És akkor a harmadik könyvhullatás, vagy a negyedik. Minden évben hol egy, hol két szék megürült. És volt, amikor még 4-5 szék is megürült az imaházba,
az elvándorlás révén. Tehát ezek mind sok könnyhullatással, sok aggodalommal töltött el a gyülekezetet. És megemlítésre méltók azok a testvérek is, akik rég időben éltek, voltak és tettek. Leges egynek megemlíteném Szép Árpád bácsit, akit ismertek, Vásárhelyre költözött. Ő egyik erős oszlopa volt a szolokmai gyülekezetnek, és megemlítésre méltó az a cselekedete, hogy ő Csúnyászában lakott, azaz most mondjuk úgy, hogy a szolokmai részről útják Honpok köze. Vagy 6 évet ott volt család a feleségével, és elmondta, hogy egyetlen egy péntek este nem volt, amikor ő ne legyen jelen a szolokmai gyülekezetben, mert ide tartozott. És gyalog, rossz út, úttalan útakot, ösvénytelen ösvényeken, mikor, hogy tél és nyár, tehát a hűségnek a bizonyítását adta. És megemlítésem méltó Dániel Erzsébet, aki mint könyvváros ifjú leján, ő is, mint könyvevangélista járta a községeket, sok-sok szép tapasztalatot szerzett, de ugyanakkor az ő betegsége megszüntette az ő tevékenységét. Akkor megemlítésre méltó Madaras Lajos testvérünknek, akit levetettek, hosszas tanácsadása és hosszas szolgálata a szolokmai gyülekezetben. És ugyanakkor megemlítésre méltó Dániel József bácsi, már József atyafi, Dániel Józsefnek az édesapja, aki az egész bibliai szép történetet mind-mind versbe foglalta, és ő mindig, ahányszor felkérték, annyiszor a saját költeményét elszavalta. Sokszor rá gondolok arra, hogyha azok a költemények megvolnának, egy egész hatalmas kötet volna. Tehát nagy költő volt, és kimagosló ember volt. És megemlíthessük Nagy Ádám testvért, aki az egész környéken elment és énekeket tanított több és több gyülekezetben, és itt is egész élete végig fontos szerepet töltött be. Tehát ezek a személyek, akik, és megemlítésre méltó, idős Máté Géza bácsi. Ő egy kemény, aki ismerte, egy nagy, kemény, derék ember volt, de megjelenése, egy tekintélyes megjelenésű ember volt. És amikor az imaház le volt pecsételve, azt mondta, hogy elmenjek én Etézre, az Őrsre. Ne menj Géza súvon, mert ott megvernek. Mindenki ezt mondta, ne menj Géza. Engemet nem tudnak jobban megverni, mint Pált és Silást, hogy megverték, azt mondta. Úgy is elment Etézre, és szóban állt a parancsnokkal, és azt mondta, na aztán küldök embert, hogy a pecsétet vegye le. Azt mondja a parancsnoknak a felesége, ne küldj embert, azt mondja, Géza bácsinak azt mondja, adj egy papír, felhatalmazás, hogy vegye le a pecsétet. És Géza bácsi, Géza atyánk fia hozta az írást, és levette a pecsétet. Tehát voltak emberek, akik méltók a megemlékezésre. És a zenekar részéről már a Bogár testvéren elmondta nagyjából, de sok küzdelmünk volt. Sok estét feláldoztunk akkor, amikor mások végezték a saját dolgukat, mi tanultunk és tanultunk. És kiadásokat is. Akkoriban nem olyan könnyű volt a kiadásokat rendezni, mint most. Sokkal, de sokkal nehezebb időket éltünk akkor. De a szorgalom és a vágy, ez hajtott, és valóra is váltottuk azt, amit magunk elé vettük. Drága testvéreim, ez mondjuk rövidesen, mert nem szeretném az időt kimeríteni, hát a bejátszásból hallottuk, hogy a 70 éves alkalommal, amit szóltam, annak a befejezésénél, hát menjünk fel Bételben, ez volt az akkori szavam. Hát most is, ha idézzek a Szentírásból egy szép gondolatot, a Máté evangéliumából, a 14. fejezet
Ből a 22 verstől nem olvasom fel, csupán megemlítem, hogy mikor az alkonyat következett, azt mondja az Úr Jézus a tanítványainak, szálljatok hajóba, és evezzetek a túlsó partra. Drága testvéreim, mi, mint utasok vagyunk az élettengerén. Mindannyian utasok vagyunk. És az élettengerén utazunk. Fizikailag az innecső parton van a bölcső, a túlsó parton a koporsó. És elkerülhetetlen, senki számára nem elkerülhető, tehát elkerülhetetlen, hogy ezt az útat ne tegye meg. És mint utasok, sokszor találkozunk a fizikai életben is, sok-sok nehézséggel, gyászsal, küzdelemmel, bajjal, és az Úr, ahogy megsejtett, de a próféta mondja, aki mindez ideig megsejtett, hát sok segítséget, és mindig a nagy bajban segítséget kap mindenki, aki hozza kiát. De ugyanakkor a lelki élet terén, itt is csak utazók vagyunk, utazunk az élettengerén, a lelki élet terén is. És van egy gyönyörű szép énekünk, ha jól emlékszek, az 522-ös, amikor az író úgy írja, hogy a hajó rébe ér. Törött ózallal, megtépászott árbolccal, töredezett lapáttal, de a hajó rébe ért. És olyan nehéz beszélni a küzdelemről, hogy majdnem az ellen nyerte meg, úgy írja a költő. De most boldogan, mikor a hajó rébe ért, boldogan mondja, mondjátok a szövegét, szellem, emlékszik-e valaki? Messziről, igen, messziről, de a harcos megpihen, és a díjat elnyeri. Tehát, hogy küzdő, nehéz volt a harc. A lélek, lelki élet terén is. Sokszor a mi csónakaink a csüggedés mocsaráig eljut, lefeneklődik, de mit mondjunk? Ne hagyjuk, mert egy másik énekünk azt mondja, hogy ott messze túl az aranypartoknál. Ott fog majd kikötni hithajunk. Úgy legyen. Amen. Vagyis 1910 és 2010. Ez az ünnep ma, és nem is tudok olyan sokat, és nem is akarok, mert ki vagyunk merülve már. Nekem a keresztséggel kapcsolatba jutott, hogy hányan keresztelkedtek meg ez alatt az idő alatt.
Most nagyon nem tudok vissza emlékezni, mert hát én nem is tudhatok. De hallottuk már a délelőtt, hogy 10-ben, 11-ben, 12-ben már 22 személy keresztelkedett meg. És azután nincsenek pontos adatok, sőt, még későbbre is sincs, az a sajnos. Amennyi volt, azt ott kiszedtem, és úgy nagyjából. Olvassuk el a Márk evangéliuma 16. rész, 15 és 16 versét. És mondanékik, elmenvén e széles virágra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Jézus szavait hallottuk ez alkalommal. És ezt tette az a 22 személy, vagy azelőtt, akik jöttek, és ma is ezt teszi Istennek népe. Ez idő alatt, a 100 év alatt, meglássuk, már délelőtt fel volt sorolva, hogy melyik prédikátor mennyi időt töltött itt, és most már az jön, hogy hányat keresztelt. Én, ahogy mondom, nem tudok visszamenni, csak 1945-től 47-ig volt Csongvai Károly testvér. És ő 6 személyt keresztelt itt Szolokmába, amit kaptam. 55-től már inkább van nekem fogalmam, mert 55-től már én is értem ezt az időt, 15 éves voltam, és 55-ben Nyárhátszeredában voltam, ott dolgoztam, és elmentünk vásárhelyre, mert volt a prédikátor szentelés. Kiket szenteltek fel? 3 prédikátor. Fülöp Ferenc, prédikátor testvérünk, Szász Albert testvérünk, mind a 2 szolgált itt, de hosszú ideig, és a harmadikot nem tudom már, nem emlékszem, hogy ki volt. Igen, Nagy Mihály testvérünk. Tehát azért is mentünk, mert rokon is volt Nagy Mihály testvérünk, és emlékszik itt a Margit testvérünk, hogy elvoltunk. És ők akkor már, Fülöp testvér ide volt helyezve a Székely udvarhelyi kerületbe, ami eltartott egész Erdő Füléig és Barducig. És nagyon nagy terület volt. És Szolokma is benne volt. Na most már 55-től 67-ig itt szolgált a Fülöp Ferenc testvérünk. És ez alatt az idő alatt ő 19 lelket keresztelt meg. Most már ezek közül voltak olyanok, mert tudjuk, hogy abban az időben milyen volt a helyzet, akiket tudok biztosan, és megkérdeztem, benne van az én testvérem is, húgom Magda, és benne van Bíró Endre, és még mások, tehát azokból a korból. Biciklivel mentek el udvarhelyre, és nem volt szabad nyilvános keresztséget tartani, tudjuk azt ott. És akkor úgy elmentek a kükülő mentén, csak ők maguk, és a prédikátor, és lehet, hogy a Fülöp néni is ment velük, és még diakónusnők, és megejtették a keresztséget. Tehát csak ők magukra, nem nyilvánosan. Tehát ilyen volt akkor a helyzet. Vagy medencébe, de a medencébe is csak titokban voltak a keresztségek. Tehát nagyon szép szám ez, mert különben 13 évet szolgált itt Szolokmán területen. 67-től 77-ig a Gyéresi József testvérünk. És ő az első szolgálata alatt 11 lélek, vagy már az egész idő alatt ennyit kaptam, 11 lélek, akit megkeresztelt. 77-től 88-ig volt a Szász Albert testvérünk. Ő 8 lelket keresztelt meg.
És akkor jött 89-től 92-ig Sókároly testvérünk, aki 4 lélekszámot számolunk, akit megkeresztel. 92-től 95-ig itt van az Ősz Árpád testvérünk, ő 9 lelket keresztelt meg. Utána következett, már ezt egybe elmondom, nem is mondom az éveket, mert tudjátok, utána Szőcs Árpád testvérünk, Kozma István testvérünk és Csergedi György testvérünk. Tehát ez nem sok volt az eredmény, vagyis a 3 lélek a keresztség, egy főre. Tehát ennyi keresztség volt itt, de ennél több volt, mert ahogy láttam a regiszterbe, volt sok, aki elment vásárhelyre, megkeresztettem Moldován testvér, a másikot a másik és a harmadik, úgyhogy, de innet ebből a közösségből. Tehát ezeket összeszámítva azt mondja, hogy 61 lélek, ami kitesz egy kisebb gyülekezetet, igaz? És ezekből mind tovább, de sajnos, hogy ahogy említette Jakab testvérünk, eközben ez nem minden simán ment, mert voltak zökkenések, kimaradások, voltak sokan, akik lemaradtak, voltak sokan, akik mások jöttek, de ez így megy. Nekem csak annyi volna a kérésem és a kívánalmam, hogy azok, akik elmaradtak, jöjjetek vissza. Mert Isten vár. Azért tartsa a kegyelmi időt. Azért van még békesség, azért van még kegyelem, hogy mind mi is megtérjünk, mert nem vagyunk megtérve. De ti is gyertek vissza az atyai házhoz. Félre kell tenni minden akadályt, ahogy Pál apostol mondja, megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Ez volt a 70 éves alkalommal is a hívás. Gyertek haza, jöjjetek vissza. Sokan eltűntek, odalettek, mert jött a halál. De most már, ha még élünk, és még vagyunk ennyi idő után is az Úr kegyelméből, akkor miért ne jönnénk már a reggeli órától hallottuk, jöjjetek, keressetek, amíg közel vagyok, és megtaláltok. És nagyon jó lenne ezt megtennünk mindannyian. És nézzük meg még a Máté evangéliuma, amit bezárásul akarok. A 13. rész Jézusnak szavait ugyan, a 13. részből, a 31 és a 32 verset. Más példázatot is adott eléjük, mondván, hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, amelyet vévén az ember elvette az ő mezejében, amely kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és nagy fává lesz annyira, hogy reászálnak az égi madarak, és fészket raknak az ő ágain. Ezt tapasztaljassuk, ezt láthassuk, az Úr Jézusnak ez a szava teljesült. A kicsi magból, a 10-ből, a 20-ból, és úgy tovább nagy fává nevekezett, kiterjedt nagy helyekre, el egészen az országnak a széléig, és még azon túl, és meg lehet pihenni alatta, és az égi madarak reá fészket raknak. Segítsen az Úr, hogy továbbra is, ahogy hallottuk a délelőben, hogy kaptuk ezt a megbízatást, és ahogy most olvastuk, menjünk tovább, és vigyük ezt az örömhírt, és készüljünk az Szentlélek kiárasztására, az elpecsételésre, és a Jézus Krisztussal való találkozásra, az ő kegyelméből. Amen. Köszönjük a nagyon szép lelkesítő szavakat. A déli szünetben 2 jelentkező volt versmondásra, talán ezek következnének, Kis Éva, azután pedig Kusztos Kálmán, aki kimondottan erre az alkalomra írt egy költeményt. Ennek előtte pedig, hadd közöljem, Nagy Károly, innen származó
lelkipásztor testvérünk üdvözletét Amerikából, aki nagyon szeretett volna itt lenni, de hát ugye a távolság nem engedi meg. Szeretettel üdvözli ő is a gyülekezetet. Általam, és ezt átadtam nektek. Halljuk meg a költeményeket, azután majd fúvózene, és meglátjuk, hogy folytatjuk. Isten szeretetével és szívem melegével köszöntök mindenkit. A megtérésemmel kapcsolatosan szeretném elmondani ezt a verset, amit saját magam írtam. Annak eredményeként, hogy édesanyám imádkozott értem nagyon sok évtizeden át, hogy én ide jussak, hogy Isten gyermekévé váljak. És azt akarom mondani a kedves testvéri közösségnek, hogy az imának olyan hatalma és ereje van, ami megmozdítja még a hegyeket is. És ez az én tanácsom, úgymond, és bátorításom minden szülőnek, akinek a gyereke még távol van az Úrtól, ahogy mondja a Lukács evangéliumában az ige, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Ez az egyik bátorítás az imádkozásra. A másik a 2 Tesalonika 5.17, szüntelen imádkozzatok. Kolossé 4.2. Az imában álhatatosak legyetek, vigyázvan abban hálaadással. És a legutolsó így, amit el szeretnék olvasni, mielőtt elmondanám a versemet, a Zsoltárok 126. része, az 5 és 6 vers, amely így szól. Akik könyvhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jö elő, kévéit emelve. Az én édesanyám ezt megírte, hogy a könyvhullatásának van eredménye. Miután megtértem, gondoltam magamban, hogy írjak-e verset édesanyámnak az imájáról, és ahol alkalmam adódik, ezt fel is olvassam. És most kérem szépen, hallgassák meg ezt a kis verset. Édesanyám imája. Könnyes szemmel leborulva imádkozott jó anyám, hogy a bűntől elfordulva térjek hozzád, szent atyám. Éjjét nappá tette értem, fohászkodván szüntelen, fáradtságot nem ismerve, hogy nékem legyen örök életem. Meghallgatta az én uram, édesanyám imáját, a világtól elfordultam, választván az üdv urát. Meghaltam én is a bűnnek, régi éltem véget ért. Harcolok most minden erőmmel a szent örök életért. Az üdv ura útirányom, éltem zsinór mértéke. Mindennapi boldogságom, örökségem reménye. Minden anya imádkozzon szeretett gyermekéért, mert atyánktól választ kap, hitből fakadó fohászáért. Nagy hatalom az imádság, minden hívő reménye, Istentől kap választ rá minden őszinte gyermeke. Meg ne szűnjél imádkozni, bárki vagy és bárhol légy, forró imád küld Istenhez, meglásd, lesz jó eredmény. Lesz kévéd, mit felmutass, majd a nagy aratáskor, ez lesz a te jutalmad és örök boldogságod. Mert nem fáradtál hiába az évek hosszú során, megteremte gyümölcsét a szent mag, mit gyermeket szívébe szórtál. Mert aki sírva veti az ige magvát, vígadozással gyűjti majd kévéit, áldjon meg Isten minden édes anyát, aki őhozzá vezeti gyermekeit. Amen. Elfelejtettem mondani, hogy a nevem Kis Éva, és Marosvásárhelyi ágyülekezetből jöttem ide. Megemlékezés. A Szolokmai adventi gyülekezet 100. évfordulója alkalmából ez újra épült és felszentelt gyülekezet házban hálaadó ünnepet szentelő testvéri közösség.
Mi atyánk, Urunk és Teremtő Istenünk, Te ki minden élőnek élet adója vagy. Mindenkor Téged dicsőített hittel váró néped, Urunk Jézus, várunk, hogy eljöjj és magadhoz fogadja. Most, amikor a Téged váró néped eljöttöd idejét éli, Urunk Jézus, segíts, hogy néped tudjon jó bizonságot tenni. Jó megváltunk, hisszük, és tudjuk, hogy ígéreted beteljesül hamar. De érkezésed napjáról senki nem tud évet, napot, órát vagy hajnalt. Urunk Jézus, Te ki a kereszten meghaltál értünk. Legyőzted a halált, hogy mi a Te néped örökké éljünk. Földi életünk küzdelmes, rövid és mulandó, de biztos a jövő, mit hiszemmel látunk és hiszünk. Urunk Jézus, dicsőítünk Téged szent házadban. Amikor Te eljössz, Téged dicsőítnek minden népek a nagy sokaságban. Ezen küzdelmeket, amit most átélünk, elfelejtjük. Örök békességben, nyugalomban az Atyát, a Fiút, a Szent Lelket mindörökké áldjuk és dicsőítjük. Nem tudom, ha tévedésből-e vagy nem, az ifjúsági misszió jelentése az, mintha kimaradt volna, nem jelentkezett, vagy most következik, hát akkor következzen. Ifjúsági misszió és kiszállások. Bár hazánkban csak 1920-tól vezetik az advent nép fejlődésének adatait, 1920-ban 6 könyvevangélista, 1921-ben 32 könyvevangélista dolgozik, és még ekkor sincs nyilvántartás a megszervezett gyülekezetek számáról, de 1895 tag van nyilvántartva összesen.
1922-ben Romániában a taglétszám 3225. Hála az Úrnak, hogy ebben az évben Szolokmában nem csak gyülekezet, hanem 25 tagból álló énekkar is működött, ami arra enged következtetni, hogy a szolokmai gyülekezet egy tevékeny gyülekezet volt már abban az időben. Kevés adat áll rendelkezésünkre abból az időből az ifjúság munkáját illetően. Tekintettel arra, hogy a környéken az első megszervezett énekkarral rendelkező gyülekezet volt, mindenhol igénybe vették az ifjúság és a zenekar szolgálatát. Készséggel, örömmel és lelkesedéssel szolgáltak bárhol és bármikor, ha szükség volt rájuk, akár temetéseken, akár más evangelizációs összevetelek alkalmával. Hogy milyen volt a lelkesedés, a következő történet is szemléltetheti. Nemes Ferenc elmondása szerint egy alkalommal Székely udvarhelyre kellett menni temetésre az énekkarral. Előző nap a hegyen át kellett menjen az egész énekkar Kőrispatakra térdig érő hóban és csattogó hidegben. Ott aludtak az imaháznál, hogy reggel a 4:30-kor induló autóbusszal elmehessenek udvarhelyre. Útközben szedtek fát, és azzal tüzeltek éjszaka. Mehettek volna etédre is, de akkor ott már nem fértek volna fel az autóbuszra. Olyan hideg volt, hogy az énekkar csak ökölbe szorított kézzel tudta vezetni, mert nem tudta kinyújtani az ujjait. Azon az este is csak úgy értek haza, hogy a buszmegállóba az autóbusz vezető meg a jegykezelő egyszer felültette az énekkart, és azután másokat, akiknek még maradt hely. Ilyen mostoha körülmények között is ott voltak dacolva hóval, hideggel. Még nem mosódott ki a testvérek emlékezetéből a Zarándok útja című program. Kemény munkával és lelkes odaadással tanulta be az ifjúság a programot. Mindig emlékezni fogunk a próbákon együtt eltöltött időkre. 1995. január 7-én volt az első alkalom, amikor a szolokmai gyülekezet előtt bemutattuk. Ezt követően több helyen is előadtuk. Következzenek a színhelyek. Brassó Sion gyülekezet előtt, Szolokmai Kultúrotthonban a református lelkész meghívására, Nyárádszeredai gyülekezet, Kőrispataki gyülekezet, Abodi Kultúrotthon, Mezőfelei gyülekezet, Nyomáti Kultúrotthon és még mások. Ezzel egy időben volt az Orion köd dicsősége című program is bemutatva. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek megtartása által? Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjúkorukban, leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok. Amen. Következik három lelkipásztor bátorítása, jelzem bátorítása, nem pedig igeszólása. A következő sorrendben Szőcs Árpád testvér, Ősz Árpád testvér és Gyéresi József testvér.
Még azt mondják, hogy nem változnak az emberek. Emlékeztetlek, hogy ezelőtt negyed évvel, igaz, mennyire melegen fogadott a szolokmai közösség. Úgy van? Igen vagy nem? Nagyon meleg volt. És ugye, hogy már nincs olyan meleg? Ez egy kicsit, hogy felszabaduljunk, mert emlékszem, hogy Brett Thorpe testvér mondotta el, egy nagyon értékes kurzust tartott, hogy az emberek annyit tudnak, vagy addig tudnak koncentrálni, amíg elsőképpen megmozdulnak. Az lehet, hogy 30 perc, 35 perc, de esetleg megtörténhet, hogy 40 perc. Hát itt nem csak megmozdultok, hanem egyik másikunk el is megy. Azt jelenti, hogy be kellene fejezzük. Így hát csupán egy igét olvasnék, ami nem 100 évvel ezelőtti, hanem jóval azelőtti, de minden időre időszerű. A Mózes 5. könyve 30. fejezetében találjuk azt, hogy 15. vers. Lám, elődbe adtam én néked az életet és a jót, a halált és a gonoszt. Amikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útain, és tartsd meg a parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, amelyre bemégy, hogy bírjad azt. Szolokmai testvéreim, bizonyára, hogy jobban ezt átélték, amúgy az egész keresztény életnek egyik tapasztalata ez, amikor lásd, elődbe adtam, és mi választottunk. Ki később, ki előbb. És magunk el tudjuk mondani, hogy mennyire jó az, hogy választottuk Istent, választottuk Istennek evangéliumát, és azt az életmódot, amelyet ez az evangélium kifejleszt, vagy megvalósít egyéni életünkben, mint olyanok, akik bűnös emberek vagyunk. Ami a jövőt illeti, mert annyira bizonytalan a jövő, ki tudja, hogy megérjük meg még az elkövetkezendő egy évet, vagy annál kevesebbet is, talán azt mondanám el mindnyájunknak, hogy szeressed az Urat, az ő útain járj, tartsd meg az ő parancsolatait és rendeléseit és végzéseit, hogy élj szolokma, és szaporodjál szolokma. Ember és Isten kapcsolatban, de ember és ember kapcsolatban a szeretet az, amely bizonyítja azt, hogy igazán Jézustól vagyunk. Egy teológus szavait idézném, amivel aztán be is fejezem. Hogyan magyarázza ő a szeretetet, ami jellemző, vagy legyen jellemző az elkövetkező időkben? Isten parancsolatának engedelmesség legyen magatartása minden Krisztust váró életében. Tehát magatartás, életmód, amelyet senki és semmi nem tud megváltoztatni. Terhetnek a 100 esztendők, terhetnek a 10 esztendők, de a magatartás, életmód, élettartam, tehát az nem változik. Vágyam, akarom, hogy szolokmát jellemezze ezt most is, és amikor Jézus el fog jönni. Amen. Ünnepéjünk mottója, ahogy megkaptam a programot, azonnal észrevettem, és azt is tudom, hogy honnan vették ezt a programot, ezt a mottót. Mondd el az egész világnak. Jól olvastam? És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén. Az örökkévaló evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek, törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek. Még két igét idéznék, és ti mondjátok meg, hogy mindhárom igében melyik volt az a két szó,
amely megtalálható, a második ige. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetni fog majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Melyik volt az az két szó? Minden népet. Minden népeket. Megkért száz testvér, hogy egy tapasztalatot mondjak el. Eddig nem hallottátok. Három levelet kaptam, amikor itt dolgoztam, a Magfavi Esperes úrtól. Ezt a levelet csak néhai Gálfi Lajos testvérünk olvasta el, és közösen próbáltunk válaszolni rá. Ebben a levélben megfenyegetett. Többek között felforgattátok tevékenységetekkel az egész környéket. Prozelitizmust végeztek. Szemináriumokat tartatok, és így csalogatjátok el híveinket magatokhoz. Ha tovább folytatjátok, tovább fogok intézkedni. Ez lett volna az értelme az egész levélnek. Hogy miért? Hát azért, mert elhatároztuk, hogy mi az örökkévaló evangéliumot továbbadjuk. És mit tapasztalunk? Roma belekhez írt levél 8. fejezet 28. versében. Pál így szól, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Vajon mi adott erőt nem csak nekem, hanem a többi munkatársaimnak, és ti néktek, és valamennyünknek, hogy tovább vigyük az elkezdett örömhírt. Aki ezt a levelet írta, már rég nincs az életben. De ti, és ez a közösség még mindig fennáll, sőt, az örökkével evangélium hirdetetni fog minden népnek. Meddig? Ameddig az Úr kegyelme jónak látja. Olvassátok el figyelmesen azt az öt meggyőződést az üd bizonyosságról, amelynek alapján végezhetjük a munkát. Ez az öt így hangzik, csak felsorolom. Tudjuk, hogy Isten jelen van életünkben, és nem tekint közömbösen sorsunkra. Minden hívő életébe állandóan érezhető módon és céltudatosan működik. Második. Isten nem csupán dolgozik népért, hanem a javát is keresi, a legnagyobb jó pedig a teljes megváltás. A harmadik. Meggyőződésünk, hogy nem csupán néhány dolgot tesz javunkra, hanem mindent megtesz megváltásunk érdekében. Míg a szenvedés és a fohászkodás is jót tesz annak, aki felismeri saját gyengeségét, és a remény egyetlen forrásához fordul segítségért. Negyedszer. Csak azoknak válik azonban minden javukra, akik Istent szeretik. Tudjuk, hogy Isten az ő végzése szerint elhívott a megváltásra valamennyünket. És olvassátok el, itt a Róma belekhez írt 8. fejezetben található a többi versekben. Öt megválaszolhatatlan kérdéseket tesz fel, és 5 és 7 tényezőt sorol fel, akik jelentkeznek, hogy esetleg elvégeznék a Krisztus szeretetétől való elszakadást. De ne adjátok fel a küzdelmet, mert elhangzik a dicsének is, és mondhatjuk, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Kívánom, hogy maradjunk mindvégig álhatatosak, hogy mi is
elnyerhessük azt a megváltást, amit lehetővé tett az Úr Jézus Krisztus. Amen. Ma hallottam, hogy a leghosszabb időt én dolgoztam itten, mint lelkész. Nem tartottam számon. Gyökereimet én is édesapámban keresem, és sajnálom, hogy sok mindent nem kérdeztem meg tőle. De gyökereimet itt Szolokmában is keresem. És most arra gondoltam, ha én voltam itt a legtöbbet, én még nem fejeztem be küldetésemet és munkámat. Éppen ezért Gömpián testvér, aki először van itt, és ki tudja még mikor, szeretném, hogy őt hallgassuk. Am o veste bună pentru dumneavoastră. Számotokra egy nagyon jó hírem van. Sunt ultimul. Én vagyok az utolsó beszélő. Și voi fi foarte, foarte, foarte scurt. És nagyon-nagyon rövid leszek. N-aș vrea să umbresc tot ceea ce a fost frumos până acum. Nem szeretném beárnyékolni mindazt, ami nagyon szép. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea că plec atât de îmbogățit din locul acesta. Szeretném teljes őszinteségemmel elmondani, hogy sok áldással meggazdagodva távozom innen. Am auzit atât de multe lucruri frumoase. Olyan sok szép dolgot hallottam. Și dacă programul a fost cam lung, 100 de ani, nu un cap ușor în câteva ore. És hogyha a program még egy kicsit hosszú is volt, hát mégiscsak 100 esztendő, ami néhány órában nem fér be. Am deschis cuvântul lui Dumnezeu la Faptele Apostolilor, capitolul 20. Istennek ígéjét az apostolok cselekedete 20. fejezetéhez nyitottam. Aici este o întâmplare, un eveniment asemănător celui de astăzi. Itt a mostanihoz hasonló eseményről történik feljegyzés. Apostolul Pavel se îndreaptă spre Ierusalim. Pál apostol Jeruzsálem felé igyekszik. Anunță pe toți prezbiterii din zona Efesului. És Efézus környékén az összes gyülekezet vezetőt értesíti. Să vină la port, să se întâlnească cu el. Hogy jöjjenek a kikötőbe azért, hogy találkozzanak együtt. Spre Ierusalim. Jeruzsálem felé volt útban. Știți că atunci când apostolul Pavel a rostit ultimele cuvinte, és tudjátok, hogy akkor, amikor Pál apostol az utolsó szavakat mondotta, le-a spus următoarele. A következőket mondta. Nu mai veți vedea fața. Nem fogjátok az én arcomat ismét meglátni. E ultima întâlnire. Ez az utolsó találkozás. E ultima ocazie când auziți cuvintele mele. Ez az utolsó alkalom, amikor az én szavaimat halljátok. Este ultima ocazie când ne vedem. Ez az utolsó alkalom, amikor látjuk egymást. És tudjátok, hogy a testvérek sírásba kezdtek. Și în această ultimă cuvântare apostolul Pavel mereu și mereu le repetă: aduceți-vă aminte. És ebben az utolsó felszólalásában Pál apostol ismételten mondja: emlékezzetek meg, emlékezzetek meg. Nu uitați acele seri pe care le-am petrecut împreună. Ne felejtsétek el azokat az alkalmakat, melyeket együtt töltöttünk. Acele ocazii în care am deschis cuvântul lui Dumnezeu. Azokat az alkalmakat, amikor Istennek ígéjét nyitottuk meg. Vor veni vremuri grele pe peste voi. Nehéz idők fognak jönni reátok, mondta. Aș vrea să rămâneți credincioși până la sfârșit. És én azt szeretném, hogy ti mindvégig kitartóak legyetek. O întrebare totuși mă frământă. Egy kérdés mégis foglalkoztat. Din loc în loc era anunțat apostolul Pavel. Pál apostol érkezése helyről helyre be volt jelentve. Ce se întâmplă cu el la Ierusalim? Mi történik vele Jeruzsálemben? Și cu toate acestea? És mindezek ellenére. Nimeni nu putea să-l oprească. Senki nem állíthatta meg őt. Absolut nimeni. Abszolút senki. I s-a spus, te așteaptă necazuri, te așteaptă lanțurile. Elmondták, hogy a nyomorúság várott reád, a láncok várnak reád. Și el asemenea lui Iisus Hristos mergea spre Ierusalim. És Jézus Krisztushoz hasonlóan Jeruzsálem felé igyekezett. Și l-a determinat ca să meargă cu curaj înainte. Mi az, ami arra késztette, hogy bátorsággal vonuljon előre. Am să citesc un singur verset. Egyetlen egy Biblia verset versetul 24 din acest capitol. Ebből a fejezetből, a 20. fejezetből, a 24. Dar verset. Eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem. Ci vreau numai decât să-mi sfârșesc cu bine și cu bucurie calea. Csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel. E de ales, spune apostolul Pavel. Pál apostol azt mondja, hogy
választhatom. Să-mi prelungesc viața, să nu merg la Ierusalim. Az egyik az, hogy életemet meghosszabbítsam, és ne menjek Jeruzsálembe. Sau să sfârșesc cu bine alergat. Vagy pedig, hogy tisztelettel, becsülettel fejezzem be futásomat. Aleg lucrul al doilea. És választom a másodikat, mondja az apostol. Prefer să-mi sfârșesc cu bine alergare. Inkább vállalom azt, hogy ilyen módon fejezzem be futásomat. Decât să-mi prelungesc viața. Mintsem, hogy életemet hosszabbítsam. Pentru mine să sfârșesc bine este mai important decât să mai trăiesc câțiva ani. Számomra, hogy becsülettel fejezzem be, fontosabb, mint néhány esztendő pluszba. Ați început cu 100 de ani în urmă. 100 évvel ezelőtt kezdtétek el. Nu mai este mult până când se sfârșește alergarea. És nincsen immár sok addig, amikor a futás befejeződik. Dragii mei, important este să sfârșim bine. Kedveseim, a fontos az, hogy jól fejeződik. Am văzut începutul. Láttuk a kezdetet. Dar putem vedea prin credință sfârșitul. De hitáltal láthatjuk a véget is. Important este să sfârșim bine. És a fontos az, hogy jól fejezzük be. Să ajungem cu toții acasă. Hogy érjünk mindannyian haza. Am fost la ceia în aceste câteva ore la prânz, am avut și ocazia să văd ceia. Ceiében voltam, lehetőségem volt ceiét látni. Prin bunăvoință unor frați îmi spuneau, aici au locuit bunicii. És ők elmondták, itt laktak a nagyszülők. Aici au locuit părinții. Itt laktak a szülők. Aici ne jucam noi. De itt játszadoztunk mi. Și acum nu mai este nimic. És most már nincsen semmi. Absolut nimic. Absolut semmi. Cândva aici era acasă pentru noi. Valamikor itt volt az otthon számunkra. Acum nu mai este nimic. És most nincsen már semmi. Dragii mei, nu aici este acasă. Kedveseim, számunkra nem itt van az otthon. Acasă ne așteaptă sus. Az otthonunk oda fent vár rá. Să sfârșim cu bine. És fejezzük be győzelemmel futásunkat. Și să ajungem acasă. És jussunk haza. Dumnezeu să ne ajute. Isten segítsen ebben. Și să ne întărească. És erősítsen meg. Și să fie cu noi. És legyen velünk. Prin harul său. Kegyelme által. Amin. Amen. Szerető Istenünk, az Úr Jézus nevében, ez Isten tisztelet végén és ez ünnep végén, hálaadással meghajtjuk fejünket előtted, és köszönetet mondunk minden áldásodért. Amen. Köszönjük Istenünk azt a módot, ahogy úttörőinket te vezetted, és mindazt, ami megvalósult, veled és a Szentlélek munkájával magyarázható. Jó Istenünk, most azért imádkozunk, hogy te légy velünk a továbbiakban,
Tégy bennünket hűségesekké irántad, add, hogy ragaszkodjunk hozzád, az igazsághoz, amit az ígében kinyilatkoztattál, és szeretettel viszonyuljunk egymáshoz. Arra kérünk, hogy áld meg a testvéri közösséget itt Szolokmán, és áld meg mindannyiunk életét, hogy a nemes harcot megharcoljuk, és a futást győzelemmel elvégezzük. Az Úr Jézus nevében imádkoztunk, és hálásak maradunk. Amen. Amen. Testvéreim, nagyon áldásos ünnep végén újra megköszönjük mindenkinek a türelmét, jelenlétét, hozzájárulását. Hogyha jónak látjuk, hogy az unió képviselője Kömpián Tatár Joan testvér és Szászernő, az egyházterület képviselője, elvigyék üdvözletünket az unióhoz és a konferenciához, szíveskedjetek kezetekkel jelezni. Köszönjük nagyon szépen! Mi köszönjük, és köszönjük, hogy szíveskedtek velünk lenni egész nap. Isten áldja meg őket további munkájukban, szolgálatukban. Az utolsó felvonás az lenne, hogy könyvjelzőket, emléklapokat adjunk. Ezt a kijáratnál fogjuk valószínű megkapni. Egy kérésünk van, az, hogy mindenkinek jusson, csak egyet vegyünk. Ha majd még marad, akkor még vehetünk. Szíves megértésüket mindenkinek megköszönjük. Isten áldása kísérjen otthonunkba, és tegye azt, hogy ez az ünnep meghozza gyümölcsét életünkben. Amen.